Erős vár, mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. 50. vasárnapján lehetünk együtt. Ez ugye böjt előnek nevezzük ezt az időszakot, 70-et, 60-ed, 50-ed vasárnapja, hogy számláljuk hány nap is van még hátra a húsvétig. És már ez az időszak előkészít bennünket a böjti időre, a Krisztus ünnep, a feltámadás ünnepe előkészítésére, várakozásra. És így szól hozzánk, útmutatónk egyik mai igéje ezen a vasárnapon, Haggeus 2:5-ből, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Istennek egy csodálatos ígérete ez, hogy az ő lelkét, a pártfogót, a szent lelket, a megerősítőt, a vigasztalót ígéri nekünk, hogy ő velünk marad. Egyrészt teszi ezt egyes számban, hogy személyesen velünk marad, megerősít, hitet ébreszt, hitre vezet, de ahogy itt is olvashatjuk többes számban, hogy közöttetek marad. A Szentlélek az, amely megtart minden keresztény közösséget, amely gyülekezetet épít, ápol és erősít. És itt van utána a következő biztatás, ne féljetek. Ezzel a biztatással lehetünk együtt mai délelőttünkön is. A hirdetéseket hadd osszam meg a gyülekezettel. Az elmúlt héten megtörtént a számvevőszéki ülésünk, ahol lezajlott a 2023-as év gazdasági folyamatainak ellenőrzése, összesítése. Köszönet ezért Kéri Gerzson elnöknek és minden tagnak, akik ott tudtak lenni azon az estén, csütörtök este. És az összesítés után, meg a tervezés után pedig majd presbiteri gyűlésen tudjuk tovább vinni az ügyeinket. Ennek a gyűlésnek az időpontjáról majd a későbbiekben tudjuk tájékoztatni a testvéreket. Jövő héten hétközi alkalmaink, hittanórák, konfirmandus órák megtartásra kerülnek, és jövő vasárnap, ha Isten engedi és élünk, 9 órai kezdettel ismét lesz Isten tiszteletünk itt a gyülekezeti házban, akkor már böjt első vasárnapján. Szeretném megköszönni ezen a héten is az egyházfi, a takarítási, a zenei és a videószolgálatot minden kedves testvéremnek. Hirdetem még a múlt vasárnapi adományokat, amely 13.750 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat és adja meg az adományok bölcs felhasználását is. A folytatásban a 103. éneket énekeljük, ezzel dicsérjük Istenünket. Oh, Lord,
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A 31. Zsoltár így tesz bizonyságot. Légy erős kősziklám, és várom én, Istenem, a te nevedért vezess és gondozz engem. A te kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg, Uram, igaz Isten. Vígadozom, és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Légy erős kősziklám, és várom én, Istenem, a te nevedért vezess és gondozz engem. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, Zsoltárossal együtt zeng a kérésünk, hogy légy erős kősziklánk. És Úrunk, azért is bátorkodunk ezt kérni, mert megtapasztaltuk már eddig is ennek a kérésnek, igének az igazát és a valóságát, hogy te valóban erős alapja vagy életünknek, ha benned bízunk, ha téged hívunk segítségül. Te nem hagysz magunkra, és olyan jó ezt átélni. Olyan jó volt átélni ezt ma is, amikor felébredtünk, és megadtad az erőt, időt, egészséget ahhoz, hogy itt lehessünk a gyülekezet közösségébe. Hála neked ezért. Urunk, és hála azért is, mert valóban, ahogy olvastuk is, te váltasz meg bennünket. Te váltasz meg a bűnnek, a gonosznak a hatalmától. Így szeretnénk ma is eléd jönni. Szeretnénk megszabadulni mindentől, ami életünkben elválaszt tőled. Minden rossz dologtól, bűntől, olyan gondolattól, szavaktól, cselekedetektől, melyek nem téged dicsőítenek, amely nem tőled való szeretetből fakad bennünk. Úrunk, és szeretnénk letenni eléd mulasztásainkat is. Amikor jöhettünk volna hozzád, amikor tehettük volna jó, dönthettünk volna igéd szerint, de nem tettük ezeket. Úrunk, kérünk a te bocsánatodért, mely hisszük, hogy Jézusban ma is elérhető, amit ma is kínálsz nekünk. Köszönjük, Úrunk, hogy benned van új élet, van új kezdet, van új kegyelem ma is. Hála neked ezért, és hála neked kimondhatatlan jóságodért is. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapon, 50. vasárnapján az oltár előtti felolvasású való igéinket. Először Lukács evangéliumából, a 18. részből, a 35-östől a 43-as versig a következőképpen. Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, tudnélik Jézus, egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek tőled? Mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. És hallgassuk meg továbbá Pál első korintusi leveléből a 13. fejezet első 13. versét is. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni tudok is, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás meg fog szűnni, legyen ismeret el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Urunk beszédét. Magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a 423-as énekkel folytassuk az alkalmat. Én Istenem, én bűnös ember. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Mai vasárnapunkon visszatérünk Ézsaiás próféta könyvének olvasásához, amelyből az 59. fejezet kerül elénk. Múlt vasárnap ugye az etióp kincstárnok története volt az igehirdetés alapja, amelyben ez a kincstárnok az 53. Ézsaiás 53-at olvasta, és amelyből kiindulva a mellé szegődött Fülöp, akit az Úr odarendelt, magyarázta neki az Isten kegyelmét, jóságát, amit meg is ismerhetett, aztán ez az előjáró, és felismerte ezt a csodát, hogy minden bűnünk és vétségünk ellenére szeret bennünket az Isten, és szeretne megváltani Jézus által. Viszont tudjuk jól, hogy a megmentés általában azért kell, mert valami baj történik. Hogyha nem ég egy ház, akkor nem jönnek a mentők, hogyha nincs a tűzoltók. Hogyha nincs valaki rosszul, akkor nem jönnek a tűzoltók, és lehetne sorolni. Csak akkor jön a segítség, hogyha valami baj áll elő. A világosság is csak akkor fénylik föl igazán, hogyha előtte ugye sötétség van. Ahogy az éjszaka úgy múlik el, hogy felkel a nap, és kivilágosodik minden. És ugye a tisztaságot is csak a kosz jelenléte mellett tudjuk értelmezni, hogy akkor válik igazán fontossá a tisztaság, hogyha azt a koszt, a mocskot az eltünteti. Ézsaiás 59, ez a mostani fejezetünk, pedig ezt az oldalt mutatja ma be nekünk. Hogy milyen is az a sötétség, amelynek helyére Isten világosságot hoz, milyen is az a szennyes, amelynek tisztázására vállalkozik az ő népe életében, és Jézus által a mi életünkben is. Így nézzük meg, kövessük igénk első szakaszát, Ézsaiás 59 első 8 versét olvasom. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Haszontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek. Nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, amikor felnyitja, viper bújik ki belőle. Pókhálójukból nem lesz ruha. Nem takarózhatnak abba, amit készítettek. Amit készítettek, csak bajt okoz. Erőszakos tetteket követnek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik áttó gondolatok, pusztulás és romlás jelzi útjaikat. A békesség útját nem ismerik, eljárásuk soha nem törvényes. Ösvényei görbék, aki azokon jár, az békét nem ismer. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Láttunk-e már tüdőgondozó intézet előtt dohányzó betegeket? Én már láttam, sajnos. Vagy láttunk-e már olyat, aki egy epeműtét után, vagy nagyon magas koleszterin szinttel leül és egy jó disznótoros ebédet elfogyaszt? Találtuk-e már magunkat olyan helyzetbe, hogy az orvos felírt valami gyógyszert, de mi mégsem szedtük be, mert nekünk egy más ötletünk volt arra, hogy én hogyan fogom magamat kezelni. És akkor ilyen helyzetekben csodálkozunk, hogyha nem jön a gyógyulás. Csodálkozunk, hogyha elmarad az a hatás, amit vártunk, hogy én majd jobban leszek. És akkor ilyenkor mindenki más hibás lesz rajtam kívül. Főleg az orvos, aki nem is ért az ő szakmájához, az ő hivatásához, vagy nem is figyelt el, meg se vizsgált rendesen. Biztos, hogy az ő hibája. És hárítjuk a felelősséget. Fontos kérdés, hogy,
hogy akkor ezt meddig lehet vinni? Hogy meddig lehet hájtani ezt a felelősséget, vagy hol van az, hogy én ezt fölvállalom, hogy igen, ezt én rontottam el. Ez az én hibámból fakad. Mai fejezetünk Ézsaiásnál azzal kezdődik, hogy Isten népe ezt a hárítást választja, és ebbe marad benne. Ugye még az 58. fejezetben arról olvastunk, hogy ugye egy hasonlattal éltünk akkor, hogy mint egy italautomata, úgy akarták úgymond használni az Istent, hogy ők bedobták az ő imádságaikat, az áldozataikat, a szertartásokat, és várták, hogy alul a gép kiadja majd az áldásokat, meg a jólétet. Csak hát Isten nem így működik, akkor is ezt megbeszéltük, hogy szív nélkül, ha szív nélkül állunk ő elé, és végzünk el bármilyen szertartást, adunk bármilyen adományt, áldozatot, akkor ő nem fogja ezt áldással megválaszolni, mert ő a szívünket szeretné, nem csupán a külsődleges vallásosságunkat. És azt láthatjuk tehát, hogy ez a mennyei automata leállt a működéssel, hiába volt az a sok szép szertartás, és a problémát azt nem az Istennél kell keresni. Még hogyha itt Izrael népe ezt is tette. Mint hogyha rámutogatnának, ez derül ki itt igénk elejéből, hogy Isten a gyenge. Hát nem elég erős a keze, hogy megszabadítson. Isten lett süketté, nem hallja mi imádságunkat? Vagy talán már nem létezik, vagy elfordult tőlünk? Ez Istennek a hibája, hogy nem működik olyan jól a mi életünk. És ma is sokan fordulnak ilyen vagy hasonló vádakkal az ég felé, hogy Isten hibája ez az egész. Rendbe tehetné az életemet, de mégse teszi. Megszabadíthatna, de mégse teszi. Pedig csak rajta múlik. És sokan maradnak ebben az állapotban. És a mostani szakaszban, Ézsaiáson keresztül az Úr viszont egy tükröt tart az ő népe elé, amellyel előttük is, saját maguk előtt felfedi az ő szívüknek az állapotát. Hogy nem a mindenhatónak támad valami gyengesége, hogy mostantól kezdve nem tud már segíteni. Nem ő, nem Isten az akadálya, ami hitünk működés képtelenségének. Egyértelműen kimondja az ige róluk az igazat, még az előző oldalon, hogy a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt ejtette el orcáját előletek az Úr, és nem hallgatott meg. Tehát nem a orvos tévedett, nem a patikus adott rossz gyógyszert, hanem a beteg nem akarja magát alávetni a kezelésnek. Ezért nem jön a gyógyulás. És így volt Izrael népe is, hogy magára ölti a díszes szép ruhát az Úr napján, de a többi napon pedig mégis gyalázatos dolgokat követnek el. Ezt sorolta hosszan itt az ige. És van itt nagyon sok borzasztó dolog. Vérontás, hazugság, álnokság, hamis vádak alapján, hamis ítélet, haszontalanságban bíznak, hiába valóságot beszélnek, és ártó gondolatokkal vannak teli. Hosszú és fájdalmas ez a lista. És ezen a ponton, ugye készülve a böjti időre, talán időszerű nekünk is ezek mentén egyfajta önvizsgálatot tartani. Hogy vajon az én hitem, az én Isten kapcsolatom az mennyire működik? Van-e annak valami akadálya? Nincs-e bennem valami akadálya annak, hogy az Istennel való kapcsolatom jól működjön, hogy teljesebb legyen, hogy jobban átéljem a vele való életközösséget? Amikor a bűnről hallunk, szerintem sokszor érezzük magunkat kényelmetlenül. Vagy hárítjuk ezt a kérdést, hogy ám nem vonatkozik, vagy olyan kényelmetlenül, hogy a bűnnek a fogalma kérdése az nem tartozik bele abba a képbe, amit én magamról kialakítottam, amit próbálok fenntartani, hogy én egy kedves, barátságos, jóindulatú ember vagyok. Isten igéje azonban mindezekkel együtt azért hív mégiscsak egy önvizsgálatra, hogy most jó, ez a felszín, rendben van, de akkor most menjünk egyen mélyebbre. Nézzük meg, mi van benned.
És sokszor ez nem könnyű, sőt, fájdalmas is lehet szembesülni a saját, hát úgymond sötét oldalammal, vagy nem túl kedves oldalammal. De mégsem spórolhatjuk ezt meg, hogyha valódi tisztulásra, gyógyulásra vágyunk, ha szeretnénk, hogy Isten kiteljesedjen a mi életünkben. Igénk folytatásában pedig, minthogyha Izrael népének egy megindító bűnvallását olvasnánk, ami számunkra is modellül szolgálhat, hogyha Isten erre indít bennünket. 9-től 13-ig olvasom tovább a fejezetet. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van. Napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna. Olyan sötétségben vagyunk, mint a halottak. Morgunk minnyája, mint a medvék, nyögünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs. Segítségre, de távol van tőlünk. Bizony sok bűnt követtünk el veled szemben. Vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk csupa hazugságot gondolt és szólt. Amikor az ember csak úgy önmagában szembesül bűneivel, akkor könnyen összeroppan alatta, hiszen nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Ha rájövök, hogy valamit nagyon elszúrtam, nagyon rossz úton járok, nagyon nem jó ez így bennem, önmagamban sokszor nem tudok ezzel mit kezdeni. Ha viszont ilyenkor Istenre tekintünk, és őt hívjuk segítségül, behívjuk ebbe a helyzetbe, akkor ő jön és képes rajtunk segíteni. Krisztusért képes és hajlandó is elvenni rólunk felismert és megbánt, megvallott bűneinknek ezen terhét. Ezért jött ugye Jézus, lemossa az ő vére rólunk a bűnnek, vétkeinknek minden fájó nyomát, és igazi megoldást ad. Nem csak az, hogy na majd az idő elfeledteti, nem csak úgy, hogy a szőnyeg alá söpri a bajokat, hanem elveszi. Felvitte azokat a keresztre, a Golgotán, és megsemmisítette vétkeinket. Mindazt, amit letettünk elé, amit leteszünk elé. Mindazt, amit ma, most, jelen időben, vagy ezek után átadunk neki. Amit nem kívánunk tovább hordozni, amitől szeretnénk megszabadulni, és eddig nem ment, csak szenvedtünk tőle. Uram, vedd el tőlem, mert már nem bírom tovább hordozni ezt. Változtasd meg ezt bennem. Van-e valami ilyesmi az életünkben, amit szeretnénk már végre letenni Isten elé, mert csak nagyon zavar, mert már undorodom tőle, mert nem bírok már vele. Ami rendezetlen, amit talán szégyellek még magam előtt is bevallani. Amit nem szeretnék, hogy világosságra jöjjön, vagy hogy valaha kiderüljön rólam. Isten elé ezeket letehetjük. Megszabadulhatunk ezektől. Krisztusért megvált, és elveszi ezeket életünkből. És az ige úgy írja le ezt az állapotot, ugye az Isten nélkül a bűnök súlya alatt vergődő állapotot, mint egy mesterséges sötétséget. Amikor amúgy van világosság, de valahogy hozzánk nem jut be. Amikor sötétbe kell tapogatózni úgy, hogy mások meg a világosságban vannak. Hasonló ez, tegnap este autóval átjöttem Bakony-Csernyén, és volt egy nagy szakasz, ahol nem volt utcai világítás. Néha megesik, nálunk is. De hogy az, hogy hozzá vagyunk szokva, hogy amúgy ott este égnek a lámpák, és úgy lehet valamit látni, de amikor jön ez a sötétség, amikor ott vannak a lámpák, de nem világítanak, valami hiba van, valami nem működik jól, és nyomasztó az a sötétség. Hát valami ilyen nyomasztó helyzetként írja le az ige is ezt az állapotot, amikor nyomasztanak ezek a bűnök, ezek a lelki terhek, melyektől Isten viszont meg tud szabadítani. Mert Isten jó, és nem akarja, hogy tőle elszakadva ilyen,
ilyen sötét állapotban, a bűn állapotában legyünk. Ki akar ebből hozni bennünket? Fel akarja kapcsolni azt a bizonyos villanyt, hogy visszatérjen a világosság a mi életünkben. És olyan jó látni ezt, hogy minden gyengeségünk, minden közönösségünk, minden önzőségünk ellenére is az Úr harcol értünk. Harcol értünk, és fel akarja életünkben ezeket a még sötétségben levő területeket teríteni. Világosságra akarja hozni, kegyelmével meg akarja ezeket szentelni, kipucolni ezeket. És Jézusnál ezt látjuk ugye az új szövetségben, már ugye őt ismerve. De már itt Ézsaiásnál is mindjárt megláthatjuk, hogy már itt megígéri az Úr a megváltót, aki el fog jönni. A 17-estől 20-asig olvasom még. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, a szabadítás sisakja volt a fején, a bosszú állás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul rá. Amilyenek voltak a tettek, a szerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeiknek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét, napnyugaton és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Lássuk meg, hogy milyen csodása jön felénk Isten, ahogy felölti az ő szabadító, mint egy nagy lovag vagy harcos az ő ruháit, és jön bevetése hozzánk, eljön, hogy a sötétséget világosságra változtassa, eljön, hogy a bűn fogságába élőket kiszabadítsa, visszahozza önmagához, és küzd és harcol értünk, és itt van az ígéret már Ézsaiásnál, hogy eljön Sionhoz a megváltó, az Úr népéhez hozzánk, eljön a megváltó. Hogyha keressük az ő világosságát, ha ajtót nyitunk számára, ő bejön. Semmi más akadálya nem lehet a megérkezésének, legfeljebb, ha mi kicsukjuk, kizárjuk őt életünkből. De jön az Úr, ma is kopogtat, szólogat, hív bennünket. Jön, hogy itt a böjti időben, mely nem sokára kezdődik, tükröt tartson elénk is, hogy elmutassa azt, hogy mi az, ami megrontja a mi életünket, ami miatt nem teljes az örömünk, a hitünk, az Úrban való boldogságunk, teljességünk. Megláthatjuk, hogy mi az, ami úgy nincs a helyén az életünkben, ami nem működik jól, mert nem az ige szerint működik bennünk. És Jézusnál, mint mondtam, van ezekre bocsánat, ő ezeket kijavítja, helyre tudja tenni, ha hagyjuk és ha engedelmeskedünk neki. Ugye az esendő újévi fogadalmak, már február közepe fele járunk, azok nagyjából már úgy befutcsoltak, akinek voltak ilyenjei. De az a jó, hogy a Krisztusban való új élet, az nem csak egy ilyen múló fogadalom, az megmarad, az fix, az nem változik. Már csak azért sem, mert nem rajtunk múlik, hanem az ő kegyelmét, azt adja, az ő jelenlétét, azt hűségesen vállalja, önmagát kötelezi rá, hogy elkísér bennünket. Veletek leszek minden napon a világ végezetéig, egészen az örökké valóságban. Akarunk-e, testvérek, újat kezdeni Jézussal? Vagy hogyha már a miénk az Úr kegyelme, akarjuk ezt megerősíteni? Akarjuk ezt felfrissíteni? Hajlandóak vagyunk-e Jézussal egy nagy böjti, tavaszi nagy takarításra életünkben? Hogy mi az, ami esetleg útközben elromlott bennünk, ami nincs a helyén, amiben szeretnénk változni. Hogy helyreálljon, hogy még jobb legyen, hogy még mélyebb legyen az Istennel való kapcsolatunk. És ha így teszünk, akkor Istenünk cserébe egy nagyon csodálatos szövetséget ígér nekünk. Ez a fejezet utolsó verse. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te
a teljes képet látod rólunk. Nem csak azt, amit magunkról elgondolunk, nem csak azt, amit kifelé próbálunk mutatni, hanem látod bensőnket, látod szívünk ejtekét is. Látjuk azt is, amit sokszor még magunk előtt is eltagadunk, és próbálunk leplezni. Úrunk, és köszönjük, hogy te közel jössz, és ezeket feltárod. Nem azért, hogy megaláz bennünket, hanem azért, hogy kitisztítsd, meggyógyíts, és teljességre vezess, veled való teljes közössége. Add, Urunk, hogy tudjunk erre nyitottak lenni, és hogy vágyhassunk mi is a benned megszentelt és neked átadott életre. Ámen. A folytatásban a kivetített éneket énekeljük. Ez Győri János Sámuel evangélikus lelkész testvérnek az éneke. Ma látom, hogy 1969-ben írta. Istenem, hogy gyorsan szállnak az évek, vajon néked éltem-e? Most már tudom, hogy meghaltál, értem, élni másként igyekszem. Azt tudom, még nem énekeltük itt, nem annyira könnyű, de próbáljuk meg, mert a szövege, az üzenete az nagyon szép és illeszkedik az igéhez. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a te szereteted arra indít, hogy gyermeki bizalommal hozzuk most eléd kéréseinket. Urunk, könyörgünk az egész világért, és benne magyar nemzetünkért is. Urunk, tarts meg bennünket, és ismertesd meg minél többekkel önmagadat, az evangélium drága üzenetét, és add, hogy mi is lehessünk ennek eszközei, akár szavainkkal, akár életünkkel, akár gyülekezetünk jó bizonyságtételével is. Hadd vehessünk részt, Urunk, ebbe, hogy világosságot terjedhessen ezen a világon. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünk minden tagjáért, gyermekekért,
fiatalokért, vezesd őket életük útján, és add, hogy a mindenféle tanulás mellett hadd tudjanak benned is növekedni, hitükben is hadd növekedhessenek. Olyan imádkozunk a felnőtt nemzedékért is, akik dolgoznak, akik szülők, akik gyermeket nevelnek, akik munkahelyen vannak, őket is kérünk, erősítsd meg, Urunk. Bármilyen élethelyzetben is vannak, de biztos, hogy sok küzdelemmel kell minden nap szembenézniük. Urunk, kérünk, hogy áld meg őket. Adj nekik jó előmenetelt a munkában. Áld meg a családosokat, áld meg a házaspárokat is, Urunk. Add, hogy ez a nemzedék, aki oly sok terhet, feladatot visel, hogy hadd legyen benned megerősödött nemzedék. És Urunk, imádkozunk idős testvéreinkért is, akik sokszor küzdenek betegséggel, gyengeséggel, vagy éppen a magányossággal. Hozz nekik, Urunk, kérünk benned derűs napokat. Hadd ne fogyatkozhassék meg a hitük. Sőt, lehessenek a fiatalabbak számára a hitnek példaképei, a kitartásukkal, hűségükkel, odaadó ima életükkel. Urunk, kérünk, így áld meg a te népedet, fiatal, felnőttet, időset egyaránt, hogy tudjunk együtt téged dicsérni, mint a te nagy családod. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, imádkozunk beteg testvéreinkért is, akik testi bajokkal küszködnek, akik jönnének közénk, de nem tudnak a gyengeségük miatt. Imádkozunk azokért, akik otthon vannak, beteg ágyon, otthon várják a gyógyulást, vagy éppen kórházban vannak. Ha lehet, te adj nekik teljes testi gyógyulást. De kérünk mindenek felett, add meg nekik azt a lelki békességet, hogy te velük vagy, nem hagyod el őket, hogy te megerősíted és reménységet tudsz adni nekik. Segíts, kérünk, Urunk, hogy aki ilyen szükségben van, tudjon rád így figyelni, ilyen nyitottsággal felét fordulni a bajok, nehézségek idején is. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, és könyörgünk még a világért is, amelyben olyan sok nehézség, háborúság, bajok, természeti csapások, járványok, betegségek vannak. Urunk, kérünk, te hozz ezekbe a nehéz helyzetekbe javulást, enyhülést. Urunk, világszerte erősítsd meg azokat, akik jó szándékkal, segítséggel, vagy éppen igéd nagyköveteiként vannak jelen ezekben a nehéz helyzetekben. Urunk, te hozd el a szenvedők szenvedésének végét, te hozz enyhülést a bajokba, te hozz békességet a háborús helyzetekbe. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, kérünk, fogadd el könyörgésünket, és kísérj minket utunkon, hogy szeretetet hírnökei lehessünk otthonunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és mindenütt, ahol akaratodból megfordulunk. Az Úr Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt egymásért még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünkön fennállva fogadjuk Urunk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet, és a 436-os ének lesz a befejező énekünk, Isten, ó, Szent Isten.
Erős várom Istenünk.